Üdv fiúk, lányok, sziasztok! A HECT 60-as gépemet fogom felvértezni egy új vágószerkezettel. Arra vagyok kíváncsi egyébként, két dologra vagyok kíváncsi, hogy muzsikál a gép így egy 3/8-ados vágószettel, és egy német webshopnak, a Zagenspiece-nek van ilyen, azt lehet mondani, saját márkás lánca és vezetője, ezt szerettem volna már régóta kipróbálni. Német videókban látom, hogy a vezetőt elég sokan használják. Van, aki dicsért a láncot, van, aki nem. Igazából ez akkor derül ki, ha kipróbáljuk. De amúgy is akartam rá egy 3/8-as szettet, ugye erre a HECT 58-ra, arra beszélünk, tulajdonképpen a Dolmár vagy a Makitának ez az 500-as, tehát az újabbik típusai, az a 464600, 500, 5000, meg ezeknek a vágószerkezete passzol rá, ezzel van olajozása, és ez passzol ugye a tűcsavarokra. Na hát olyat rendeltem, tehát Dolmár 500-hoz, úgyhogy meg is érkezett, azonnal lecsekkoltam, tényleg az olajozás az jobb, mint a HECT vezetővel, és tulajdonképpen kíváncsi vagyok a vágás teljesítményére. Na, ezzel szeretnék majd egy picit foglalkozni. Egy picit a 60-as gépekről. Ugye az 50-es gépektől lényegesen erősebbek, viszont könnyebbek, mint a 70-esek, ezért tényleg egy univerzális gép lehet a 60-as. Itt van a kérdés az, hogyha márkás gépre nem telik, mit vegyünk? Használt márkás gépet, ugye arra telik, használt márkás gépet, aminek akármi baja is lehet, vagy vegyünk valamilyen kínai terméket, mert ugye mi van még 60-asban, ami nem márkás, kínai terméket, akármilyen névvel, ilyen például a HECT 962, vagy például ugye vannak ezek a kék gépek, a Farmertechnek a különböző kiadásai, meg van még egy pár ilyen cég, akik ugye Husqvarna, főleg Husqvarna, Johnsered és Steel klónokat gyártanak. Na hát, ugye megjelentek a piacon ezek a Komatsu klónok, amik 48 mm-es hengerrel vannak. Egy kedves követőm, ugye egy kedves követőm föl is ajánlotta, vannak egy ilyen Fuchstech gépe, ami ugyanarra a sima kínai blokkra épül, hosszabb löketű főtengelyen, 48 mm-es dugattyúval és a 16-os karbival. Tehát ugyanarra az alapokra épül, szinte majdnem, mint amit építettem a HECT 58, annyi, hogy a Dolmár a blokk. Tehát Dolmár jellegű a blokk, akkor így mondom inkább. Dolmár jellegű a blokk. Nagy teljesítmény növekedést nem kaptunk, ugye ez már a Fuchstechnél is nálunk bebizonyosodott, ezért se szeretnek engem annyira, mert megmerem mutatni a valóságot. Lehet, hogy valakinek ezért van bevétel kiesése, viszont én nem forgalmaznák olyan holmit, ami nem jó, egész egyszerűen. Tehát az, ami nem üti meg a mércét, azt nem szabad forgalmazni, én egyszerűen azt kell forgalmazni, ami megüti azt a mércét, ami a saját becsületemet, híremet nem csorbítja, ilyen egyszerű. Akár kigyártotta, leszarom, ha nem jó, nem kell. Na szóval, nem is lett ugye a HECT 58-as, a 48 mm-es hengerrel. Talán van olyan, mintha az eredeti hengerrel lenne, de jobb, biztos, hogy nem lett. Mit vásárolhatunk akkor? Marad a HECT 962, ugye, ő is egy Komatsu klón, de tulajdonképpen egy elég jó másolat, srácok. Tehát én azt mondom, hogy mindig többen panaszkodnak ezekre a kék gépekre. Most egy olyan srác írt nekem, akinek az a 660-as jellegű van, ő is ugyanazokat a problémákat vázolta fel, mint ez a G444-je. Ugye a sráchoz visszaküldtem a gépet, azóta komolyabb melóba belevágott, és szarakodik az erdőbe a gép. Tehát mikor veszed észre, hogy tényleg rossz egy gép? Amikor tényleg komoly munka van, mikor nem otthon csak pár karikát akarsz vágni, azt elkürtöd a világba, hogy milyen jó jártál 100 000 forintos géppel, hogy neked ez annyira jó, meg ennyire jó, akkor veszed észre, hogy mit vettél. Amikor komoly munka van, avval végezni kell időre, és bizony a gép cserben hagy. Elromlik, mindenféle baja van, nem tudod használni, nincs tartalékgéped, ilyenkor van az, mikor fel is tudod igazából mérni, hogy mennyit is érnek ezek a gépek. Azt el tudom mondani, így
akik hozzám fordultak, szinte ugyanolyan problémákkal. Tehát magyarán szóval, hogyha komolyan használod a gépet, elég hamar elhasználódik. Sajnos a farmertek kihúzta a teljesítményét ezeknek a gépeknek, tehát a portok nagyobbak. Innentől kezdve az anyagminőség viszont nem követi le ezt a teljesítmény növekedést, sőt, hát lényegesen gyengébb. Tehát, hogyha ezt átgondolod, kapsz egy tré rossz minőségű anyagokból összeépített gépet, aminek nagyobb a teljesítménye, mint kellene, akkor az idő előtti elhasználódáshoz fog vezetni. Még nem kell, hogy botkezű legyél, akármennyire értesz a géphez, hogyha komolyabb munkába belefogsz, szinte borítékolhatod, hogy az a gép cserben fog hagyni. Több esetben ez így van, többen fordultatok hozzám, időhiánya miatt most ezeket fogadni nem tudom, mindenkinek visszaírtam, fogunk még ezzel a témával foglalkozni, hogy kapjon mindenki egy használható és valós képet erről is, mert nem lesz más a neten, mint hogy flexelnek vele, tehát rajkodnak vele, hogy neki milyen van, valószínűleg ez semmi más, mint ilyen önmutogatás, dicsekvés, az embernek azt az oldalát mutatja csak meg, hogy szeretünk kérkedni a dolgainkkal, és pontoljunk rá, hogy mi is a valóság. Na hát a Hekt 60-asunk, ugye? Na hát, srácok, tény is való az, hogy a gép az jól üzemel, jól működik, de semennyivel nem lett erősebb, srácok, ezzel a 48 mm-es hengerrel, mint eredetileg volt avval a 45,2-essel. Ugye ebből a hosszú löketeshez az a legkisebb henger, ami kapható, a 45,2-es, létezik belőle. Létezik egyébként a hosszú löketű, ez sima 45-ös is, rosszul mondtam. Az drága. Drága is, csak egy-két helyen kapható. Ez a 45,2-es sok helyen kapható, aránylag olcsó, és létezik belőle a 46 mm-es, az is csak egy-két helyen kapható. Talán az a limit, a határ, amit még ez az üzemanyag rendszer el tud látni, az fölött, srácok, már nem. Tehát az fölött, itt, ha az üzemanyag ellátást nem bővíted, akkor a henger, tehát a motorbővítés, köbcenti bővítés tulajdonképpen egy smafu, tehát egy párosi legenda, egy optikai csalódás, tulajdonképpen semmi, mert teljesítményt már nem lehet vele nyerni. Tehát ezért van az, egyik ezért volt az, és oktalanul halagudtak rá, mikor a Fuchsteknek a nagy gépét, hogy azt a 162-es, vagy itt volt nálam a 262, megmutattuk, hogy egy 48 mm-es hengertől nem hogy jobb lesz a gép, srácok, még rosszabb lehet. Tehát itt az élő példa. Ezt a 48 mm-es hengert majd sima kínai fűrészre fogom építeni, ahol hátul lehet egy kicsit bővíteni az egészet, szét lehet fúrni, faragni, és oda bele fogunk csűrni ugye egy nagyobb karburátort. Majd meg fogjátok látni, hogy akkor elenyeri majd az értelmét az egész, mert nyilvánvaló, én ezt már kipróbáltam, akkor fogja elnyerni az értelmét, és akkor tudunk egy ellenfelet állítani a 962-nek, de még talán akkor se lesz méltó ellenfél hozzá, mert ugye az egy nagyon jó bevált komacsuklón, ami tényleg egy elég pontos másolata, és az eredeti az nagyon jó gép volt abból, úgyhogy az egy elég pontos másolat ez a Hekt, úgyhogy ha valaki igaz, hogy drága, de 60 köbcentist akar, és nem akarja megfizetni a nagymárkákat, én azt mondom, hogy az a jó választás, ha komolyabb feladatokra szánod, mert nálam ez kiderül, srácok, ez a 962, igaz, hogy erre is költened kell, igaz, hogy ennek is vannak gyerekbetegségei, mint például most láthatod, hogy itt áll, és szivárog belőle az olaj. Az olajozási rendszere az ilyen egyébként, tehát, hogy hajlandó jönni belőle, ez akkor is olajoz, ha csak alapjáraton megy, tehát olyan régi típusú az egész, viszont motorikusan megbízható, üzemanyag ellátása elég, tehát egy nagy karbon rajta, egy 18-as, ami erre is elég lenne, tehát nem kéne rá 22-es, egy 18-as, 17-es karbi elég lenne, a mostani 16-osnál az már rendkívül nagy változás lenne, és játsszak a gondolattal, srácok, hogy a kínai fűrész 48 mm-es hengerhez egy ilyen Hekt karburátort fog kapni, azt fogom rávarázsolni, nem pedig Husqvarna 372-t, ha bár Husqvarna 372-es karbin van. A mai videó végül is nem erről szól, ha magáról, erről a Zagen spéciről. Első benyomásra, srácok, a vezetőt kezembe fogtam, rendkívül egy nehéz, egy nagyon masszív. A méretéhez képest ez egy 60 szemes lánccal rendelkező vezető, pont olyan, mint az Archer vezető. Hát az Archer vezető
a lábanyomában nem néphet. Ez rendkívül kemény acélos anyagban van. A gránit vezetőhöz tudnám hasonlítani. Majdnem biztos, hogy benne srácok, hogy fakitermelés, tehát erdészeti céloknál is megállja a helyét, és én ezt német videósoknál láttam is, hogy használják is arra. Oké, ide megrendeltem hozzá a láncot is, ha már úgy legyen kövér.
Srácok, szerintem irtózatos verést kapott. Nem lett egyébként jobb a teljesítmény a 3-8-os lánccal, mint tehát a 3-25-ödössel. Semennyiben nem lett a nagyobb hengerrel erősebb a gép, tehát nyilvánvaló kellene neki a nagyobb karburátor, tehát éhes a gép, tehát lehet érezni, hogy éhes a gép. Tehát ha föltekerem, akkor olyan szegényen megy, hogy belefullad a fába, képtelenség. Egyébként nyomaték lenne benne, de kéne hozzá az a pici plusz üzemanyag. Nem sok, de kellene. Na hát, majd valamit ki fogunk eszelni. A láncról, a zágyes péci lánc, hát 17 euróba kerül maga a lánc, az egy 60 szemes lánc, elég kemények a fogak, kicsit hasonlít a Ratioparcnak a 3-8-os láncához, hogy mit tudom én, kétszer végig reszeled és eldobhatod a reszelőt. Gyárilag annyira nem éles, mint a Stihl, nem vagyok vele annyira megelégedve, és ilyen bumfordi nagyok a fogak egyébként, tehát mindjárt mutatom a különbséget a Stihlhez képest. Egymás mellé próbálom tenni. Tessék! Tehát fölöslegesen széles. Akkorát harap a fából, hogy azt elmondani nem lehet. Nem jó, srácok. A vezetőt azt tudom ajánlani. Egy elég nehéz, kemény anyagnak tűnő vezető. Persze majd az idő megadja, hogy mennyire is jó, de a láncot azt nem ajánlom. Elképzelésem sincs, hogy ennyire széles bumfordi láncot miért csináltak. Ez, én azt mondom, hogy látszik a különbség.
Na, srácok, ez a kis videó ennyi volt. Gondolkodom, hogy abból a karriból próbálok majd szerkeszteni ide. Szerkeztünk egy teljesen új szívótorkot. Meglátjuk, hogy sikerül-e. De ezzel a karriból, srácok, ez így nem nyert. Elképzelhető, hogy visszaépítem ezt a gépet 46 mm-es hengerre. Szerintem azt még kényelmesen leheteti a karbi. Semennyiben nem lesz gyengébb, sőt, még azt mondom, hogy még jobb lesz. Úgyhogy ezen gondolkodok. Most, ha nézem a láncot, így a magasságán is, a fogak magasságát is, srácok. Valami elképesztő furcsa az egész. Nem veszek még egyszer az Ágás Péci láncot, azt tuti. Na, sziasztok!